Dicsőség Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntök mindenkit itt a Dunajvárosi Szent Pantaleimon görögkatolikus kápolnában. Kovács István vagyok, az itteni, tehát a Dunajvárosi és Fejér megyei görögkatolikusoknak a mondjuk így papja, parókusa. És nagy szeretettel és tisztelettel fogadtam ezt a felkérést, hogy egy ilyen heti rendszerességgel jelenjünk meg, mi történelmi egyházak itt ebben a városi televízióban. Szüksége van az embernek arra, hogy ismerje meg és lássa azt, hogy a felekezetek, a keresztények hogyan tudnak együtt élni és hogyan tudnak együtt létezni ebben a városban is, és az országban, és az egész világon. Szent István királynak az ünnepére készülünk, és csodálatos ünnep ez, mert pontosan ezt mutatja számunkra, hogy az emberek hogyan tudnak egy országban közösen együtt élni, hogyan tudnak mindent valahogy másképp nézni, mint más népek a világ más területein. Mi magyarok vagyunk, és nagyon fontos ez számunkra, és Szent István királynak, az államalapításnak, az új kenyérnek az ünnepe, az egy sajátságos ünnep a magyar ember számára. Fontos, mert Szent István királyra, hogyha tekintünk, akkor érdemes gondolkodni az ő életén. Mit jelent az, hogy szent? Miért lett ő szent? Alapvetően, amikor a szentséget nézzük, akkor látjuk azt, hogy az Istenhez való közeliséget próbálja a katolikus egyház és az ortodoxia is mutatni, amikor valakire kimondják azt, hogy szent. Istenhez közeli és emberhez közeli ember volt Szent István királyunk. És amikor az ő életét tekintjük, akkor látjuk azt, hogy az ő életében megjelent már magának a sajátságos, tehát a magán ember életében is, és nem csak a király életében, az, hogy az Istent első számra tette az életében. Magyaroknak van egy nagy kedvence Szent István királlyal kapcsolatban, a rockopera, István a király című rockopera, és maguk a szerzők csodálatosan mutatják be Szent István királynak az életét, és hogyha az ő szavait próbáljuk meg elemezni, megnézzük az ő életében ezt a rockoperát is, ahogy bemutatják mindent róla, akkor láthatjuk azt, hogy Szent István királynak 23-szor van szerepe, 23 szöveg részlete van a rockoperában. 11-szer az emberekhez szól, 12-szer pedig magához, az Istenhez. Miért fontos ez számunkra? Azért, mert egy nemzetet, egy államot, egy népet csak úgy lehet igazából irányítani, kormányozni, tiszteletben, becsületben tartani, hogyha nem csak a saját maga módján próbálja az ember mindezt megcsinálni, hanem próbál kötődni az Istenhez, próbál mindenben az Isten terve szerint élni és járni. Beleadják a szájába a következő mondatot, nincs más út, csak az Isten útja. Úgy érzem, hogy magyarságunknak is ez a titka. Itt az államalapításnak az ünnepén fontos erről beszélni, mert nincs más út, csak az Isten útja a magyar ember számára is. Amikor magyarságról beszélünk, akkor mindig valahogy a kereszténység hozzá kapcsolódik. Hiszen látjuk ezt Szent István király életében, és utána a következő 1000 évben is, és látjuk ezt a mai életben is, amikor nem tudunk másképp élni ebben a világban, nem tudunk másképp élni Európában csak úgy, hogyha az Isten útját követjük, és az lesz az első számunkra. Mert aki az Isten útját követi, az az emberekhez is szolidárisabb, empatikusabb, szeretetteljesebb. Szent István királynak szoktuk énekelni, hogy hol vagy magyarok tündöklő csillaga, hát most lehet, hogy ebben a világban, ebben az évben is talán ő ugyanígy visszakérdez, hogy hol vagytok magyarok. Hol vagyunk mi magyarok? Jelen vagyunk-e ebben a világban úgy, ahogy ő örökségként meghagyta ezt, keresztényként, hívő emberként, Istenhez közeliként, igaz magyarként? Fontos ezeket a gondolatokat beépíteni az életünkbe, mert csak így maradhat fent ez a nemzet, mint ahogy 1000 éven keresztül is fennmaradt. Aztán, amikor gondolkodunk ezen az ünnepen, látjuk az államalapításnak is az ünnepét, ez az állam egy keresztény állam. Akárki akármit mond, akárhogy gondolkodik, ez az állam mindig is egy keresztény állam lesz, és a magyarságnak a tudatához, az életéhez, a népéhez hozzátartozik az, hogy a kereszt ott van előtte, ott van előtérben, minden egyes pillanatában. Állam. Mondjuk így, az állam a kereszténységen függ. És utána, hogyha tovább megyünk, látjuk az új kenyeret, hiszen ezt is megszoktuk áldani 20-án, augusztusban. Próbálunk mindig gyönyörű szép kenyeret süttetni, és próbálunk mindig az emberek felé úgy odafordulni, lássák, hogy ebben a kenyérben nem csak a táplálék van jelen, hanem mi magyarok is jelen vagyunk. Amikor a kenyeret tekintjük, amikor a kenyeret nézzük, tudjuk azt, hogy búzaszemekből áll össze, és őseink úgy hívták a búzát, hogy élet. Élet van ebben a kenyérben is, az új kenyérben, amit épp az aratásról hoznak, amit épp úgy törnek, amit épp úgy adnak az embereknek. Mutatják ezzel azt, hogy mi magyarok, magunk vagyunk az élet. Történelmi Magyarország térképünk is valahogy erre hasonlít, az életre. Egy nagy kenyér a rengeteg búzával, akik mi magunk vagyunk.
alkotjuk ezt a nemzetet, ezt az országot, tehetjük jobbá, élettel telibbé, hogyha Szent István király nyomdokában járunk és az életet, meg az Istent követjük.